Remélem, hogy nem késünk le a Brad Pitt film bemutatóról. Tehát Brad Pitt az szerintem minden nőnek az ideálja, egy olyan férfi, amit elképzelünk magunk mellé. Nem mellesleg egy olyan színészi karakter annyi típus tud megvalósítani, hol ha nevetni kell, ha szomorú, ha nagyon komoly, ha férfias. Nagyon sok mindent fog alakítani. Itt ugye ebbe a filmbe egy asztronautát alakít, aki az édesapja elvesztette nem tudom mennyi idővel ezelőtt, aki felment ugye a Holdra, és közlik vele az előzetes alapján, gondolom ezt, hogy ugye még életben van, és derítse ki, hogy mi van a háttérben. Alapvetően szerintem egy elég komoly hangvételű filmről van szó. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki ebből, de előzetes alapján Brad Pitt már tündökel, úgyhogy már megéri megnézni. Ha! Remélem, hogy nem késünk le a Brad Pitt film bemutatóról. Szóval annyira beleszerettem a repülést, meg annyira az egész rólam szólt. Erre az önfejűségemről, meg a makacságomról, meg az emberek eltaszítása a zeném és a művészeti megnyilvánulásaim érdekében. Kibaszott jó film volt. Köszönöm, megválaszoltad pár kérdésemet. A ruhát te kreáltál bele valamit pluszba? Igen, ez egy helikopteres ruha volt igaziból, csak most már így megnázásítottam, de most már űrhajós ruha lett. Kedvet kaptál az űrhajózáshoz? Persze, hát minden gyerek űrhajós akar lenni, én meg gyerek maradtam. Maradjunk. Amúgy elmondom őszintén, hogy én kipróbálnám ezt az űrhajós díjt, tehát hogy én simán felmennék. Elvigyél, hallod? Van egy űrhajóm lent. De amúgy szerintem vicces, tehát hogy szerintem jó lehet. A maga az érzés, ahogy úgy fellőnek, érted? Olyan iszonyú erő van, ez a szíjátod, nem? Ültél már ilyen kis repülőbe, vagy valami? Kis repülőbe, igen. És ott játszottak veled? Igen, és az is komoly. Én nagyon imádom és az minden, ami ilyen. Az ilyen tízede annak, amit ezek éreztek hát meg, hogy még kisebb része. És szimulátor, azt nem próbáltad még? De, meg voltam sokféle ilyen forgatóban is, amilyen 10-12 tengelyes össze-vissza pörgetnek. Ezeket én abszolút éltem, szóval szerintem én alkalmas lennék rá. Már csak a kitartásom miatt is. Viszont elkanyarodtunk magától a filmtől. Hogy tetszett? Mennyire volt nektek szórakoztató ez a nyomás, ami az egész film alatt ugye jelen volt az elejétől a végéig? Én megmondom őszintén, hogy amúgy én kicsit így többet vártam a filmtől, mert tudom, hogy neked nem. Annyira bejött. Na de én egy másik ember vagyok. Igen, tehát hogy én egy kicsit így... hogy mondjam, kicsit így unatkoztam, és kicsit így álmosító volt, de amúgy tetszett a film. Hát számomra én egész más aspektusból néztem ezeket. Még pont amiatt, hogy olyan, de amúgy te is hasonló helyzetben vagy most szerintem, hát vagy igen, nem tudom. Jó, csak kicsit olyan hosszú volt, nem, nekem számomra nem történt olyan sok minden, ami... Nyilván a jó, mai... Jó, igaz, hogy fáradt vagyok most, és akár a szemmet alig bírtam nyitva tartani, de... Meg a mai világban ez valójában tényleg lehet, hogy egy lassú filmnek tűnhetett sokszor, de azért így is telerakták olyan dolgokkal, ami akciósítja, és nekem még amúgy azok se hiányoztak ennyire. De én meg tudok nézni egy 50 évvel ezelőtti filmet is. Én is. Vivian Brad Pitt, még mindig Brad Pitt neked? A Brad Pitt, igen, még mindig Brad Pitt. Szerintem nagyon jól néz ki, hogy nincs botoxolva, és megvannak a ráncai, és ugyanúgy sármos, tehát... Ezt mondta neked tegnap, hogy egy férfinek nem kell szépnek. Nekem nagyon jó karakterem, Fasi, még mindig. Menekülj, látom már, nagyon futnál. Szia! Igen, megyek, úgyhogy sziasztok, puszi! Érdekes is, hogy pont a Vivivel keveredtünk most itt is össze, mert egy közös projekten dolgozunk most. Ami micsoda? Amit nem árulhatok el nyilván. Mert nagyon jó fej vagy. De úgyis látni fogjátok, és csak hogy izgalmas, hogy pont vele raktatok össze. Tényleg szerintem egy pár hét is már meg fogjátok látni. Elég. Először a Budapest álljon. Sziasztok! Remélem, hogy nem késünk le a Brad Pitt film bemutatóról.